használnia tanács televíziózással kapcsolatban. Az a legfontosabb dolog, a gyerekekre gondolok, hogy soha, soha nem szabad, hogy tévéműsort lássanak. Sőt, legjobb, ha a bárgyuláda már be sem kerül a szobába. Amerre csak jártunk, tévét a gyerekek szájtátva nézték. 2-3 óra meg se kottyan, csak néznek, míg a szemük kipottyan. Múltkor is láttunk egy helyen 10 szemgolyót a szőnyegen. Csak ülnek, néznek, néznek, ülnek. Míg hipnózisba nem kerülnek, s a sok szennytől, mit egyre néznek, olyanok lesznek, mint a részeg. Ó, persze tudjuk, csendben vannak, a falnak fejjel nem rohannak, nem kezdik egymást osogatni, hagynak nyugodtan mosogatni, míg fő az étel, hű a lekvár. De azon eltűnődtetek már, hogy ez a rémséges doboz miféle dolgokat okoz? Elsorvaszt minden érzetet, meghal belé a képzelet, az íz betömi, eldugítja, a gyereket úgy elbutítja, hogy többé biztosan nem ért meg tündérvilágokat, meséket. Az agya lágy lesz, mint a sajt, fejében dudva gaz kihajt, nem is tud más, csak nézni majd. Na jó, mondjátok majd, na jó, de ha televízió nincsen, mivel foglaljuk el, drága gyermekünk? Mivel? Ezt fogjuk akkor válaszolni. Míg nem volt még a bamba holmi, míg ezt szörnyet fel nem találták, mit csináltak vajon a drágák? Hát elfelejtettétek volna? Ezt mondjuk lassan, szótagolva. Ol, vas, tak. És olvastak, és olvastak, és még ez is kevés volt nekik, olvastak tovább. Fél napjuk olvasásból állt, a pult könyvekkel volt tele, a föld, az asztal is vele. És az ágy mellett, a kis szobába, még több könyv várt elolvasásra. Sok szép mese. Volt benne sárkány, volt indián, cert és királylány, kincses sziget és messzi partok, hová sok csempész hopp. Hová sok csempész lopva tartott, kampókezű komorkalózok, egy elefánt, ki csak hallózott, és rémes, éhes kannibálok, üsdbe ki tudja, mit dobálok. Mi könyveken búsult virult, ó, az a sok régi-régi lurkó. Hát kérve kérünk titeket, a tévékészüléketek dobjátok el, és mihely marad, oda tehettek polcokat. A polcra végig könyveket, hadon csanak csak könnyeket, hadd rúnk a pályánk a kölgök, a nyelvük hadd legyen csak öltött. Ígérjük, nem kell félnetek, ha vártok egy vagy két hetet, a drágalátos gyermekek egyszer csak rájönnek maguktól. Egy könyvtől lennének nagyon jó, s ha már olvasnak ők, juhé, szívükben árad szét a kény, érzékei kélesednek, nem értik majd, hogy mit szerettek az émeit, a silály, hülye, idétlen masinál. És azok a drága gyermekek hálásak lesznek majd neked.